Kedves gyülekezet, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hosszú idő óta nem voltam már itt közöttetek, úgyhogy kérem, hogy együttesen keressük ki az alapigénket, ami talán kicsit furcsának fog tűnni úrvacsoránkkal kapcsolatban, de majd meg fogjuk látni, mégis az úrvacsorához tartozik. Dániel prófita könyvéből, a 9. fejezetből a 26. és a 27. verset szeretném elolvasni, ami délelőtti istentiszteletünk alapigéjeként, ami egyben a mi úrvacsorai gondolatainkat is fog kifejezni. Így olvasom tehát. Dániel próféta könyve 9. fejezetéből a 26. és 27. verset. És 62 hét múlva pedig kiirtatik a Mesiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatározott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak, és útátosságok szárnyán pusztít, míg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad. Úgy gondolom, hogy a felolvasott igeversek legtöbbünk előtt ismert ige szakasz. Ez a híres messiási proféciából való, amikor a Jóisten több mint egy fél évezreddel előre leíratta, hogy megváltunk messiási szolgálatának kezdete kiszámítható, de nem csak a kiszámíthatóságáról szól ez a két igevers, hanem a céljáról is. Jézus Krisztus messiási szolgálata alatt olvastuk, tanításai, gyógyításai szolgálata által megerősítette sokakkal a szövetségét. Halálával véget vetett az ószövetségi áldozati rendszernek, halálával véget vetett a rámutató ószövetségi áldozatoknak, amik előre mutattak az ő golgotai áldozatára, amelyek csak árnyékai, amelyek csak előképei voltak a bekövetkezendő dolgoknak. Jézus, amikor itt járt a földön, a messiás fejedelem, tanítványainak meghagyta, amit Pál apostol a korintusi levélben így fogalmaz meg, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok a pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Kedves gyülekezet, úrvacsora alkalmával azért emlékezünk minden alkalommal Jézus áldozatára, Jézus halálára, mert számunkra ez a legfontosabb és szinte létkérdés. Az alapigénkben olvastuk, amikor a Mesiás eljön, amikor elkezdi az ő messiási szolgálatát, 3,5 év múlva kiirtatik a Mesiás. Azonban mielőtt a Mesiás kiirtatik, olvastuk, sokakkal megerősíti a szövetséget. Az úrvacsora, amikor emlékezünk Jézus golgotai áldozatára, egyben a velünk megkötött szövetségének a megerősítése is. Miért kell egy szövetséget megerősíteni? Adódik a kérdés. Ma is sokan teszik fel a kérdést, miért kell újból és újból minden úrvacsora alkalmával Jézus halálára, Jézus áldozatára emlékezni? Hogyan gondolkodtak a múltban Jézus áldozatáról, Jézus haláláról az emberek? Hogyan gondolkodnak nagyon sokan ma is Jézus szolgálatáról, áldozatáról? Pál apostol ezt nagyon szépen fogalmazza meg a korintusi első levélben, az első fejezet 23. versében. Így írjuk, így olvashatjuk, mi pedig Krisztus prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Pál apostol megfogalmazása szerint egyeseknek Jézus haláláról szóló evangéliumi leírás botránkozás, másoknak bolondság. És itt csak fel szeretném tenni a kérdést, hogy gondolkozzunk el rajta. Mi szoktunk-e gondolkodni azon, hogy nekem személyesen mit jelent Jézus Krisztus áldozata?
Úgy gondolom, amikor készülünk az úrvacsorára, amikor elolvassuk az evangéliumokat, evangéliumok Jézus szenvedéséről szóló gondolatait, amikor gondolkodunk, olyan könnyen végig gondoljuk, hogy mit tettek Jézussal, milyen borzalom volt, amit Jézusnak el kellett szenvedni. De számomra ez mit jelent? Az én számomra a keresztről való beszéd, az botránkozás, vagy bolondság, vagy Istennek ereje, vagy egy sokat hallott evangéliumi történet? Hogyan válik a keresztről való beszéd, a Jézus megáldozásáról, a messiás kiirtásáról szóló jövendőlés beteljesedése életnek erejévé, Istennek erejévé? Azt gondolom, hogy nem kérdés, Jézus áldozatában egy olyan szeretetet fedezhetünk fel, olyan szeretet megnyilvánulást, amihez nincs hasonló. A mai szombatiskolai tanulmányunk nagyon szépen szólt róla, hogy Jézus, mint Isten egyszülött fia, testé lett. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttük, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Jézus, még ha angyalok szintjére ereszkedett volna le, alázkodott volna le meg, akkor is hatalmas dolog lett volna. Azonban szolgai formát vett fel, olvashatjuk a Filippi beékezés levélből. Hozzánk hasonló lett. Elszenvedte a halált, a keresztfának a halálát. Emberré, húsvést emberré lett. Hordozta mi betegségeinket. Hordozta mi fájdalmainkat. És akkor hordozta ezt, akkor tette ezt, amikor még részünkről semmi kilátás nem volt ennek a viszonzására. Amikor még nem volt kilátás arra, hogy mi majd viszonozni fogjuk az ő szeretetét. Ő, ami szövetséges társunk, nem csak a tanítványoknak volt szövetséges társa, hanem a szövetséges társunk mai nap is. És mégis mit teszünk, amikor ő keres bennünket? Engedjük, hogy ő megtaláljon. Engedjük, hogy megérintse a mi belső emberünket. Engedjük, hogy ő bennünket magához öleljen. Hiszen ő akar bennünket megtartani. Ő akar bennünket megérinteni. Ő akarja először is velünk megerősíteni a szövetségét. A szombatiskolai tanulmányunkban is foglalkoztunk a gondolattal. Jézus nélkül, az ő áldozatának az értékelése nélkül mi csupán törvény alatti állapotra tudunk eljutni. Milyen ez a törvény alatti állapot? Amikor tudom az Isten törvényét, és az Isten törvényének engedelmeskedni akarok, mert ha nem engedelmeskedek, akkor elveszek. De ez ha ez kényszerből van, ez nem szeretetből van, ez nem segít engem az Isten országába eljutni. Jézus nélkül lelki értelemben, mint foglyok tengődünk. És csak ha a szabadító, csak ha az a megváltó, aki a nevezett profétikus időszak beteljesedése idején pontosan véget vetett a véres áldozatnak, akivel olyan brutálisan bántak el, mint egy kártevővel, ahogy a profécia meg is fogalmazza, akit kiirtottak. Ha ő szabadít meg, akkor szabadulunk meg az önzésünktől. Akkor szabadulunk meg attól a gondolkodásmódtól, ami elválaszt bennünket Istentől. Ahogy említettem is, Krisztus nélkül, mint foglyok, tengetjük az életünket. Krisztus nélkül a bűn fogságában, a sátán fogságában vagyunk. És Krisztus az, aki szeretne megszabadítani. A bűn sajnos kiölte belőlünk a szabadulás utáni vágyat is. Milyen
szomorú, hogy elfogadjuk, hogy bűnösek vagyunk. Ki az, aki nem mondja, azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös? Legtöbb ember elfogadja, hogy bűnös vagyok, de beletörődünk, és sokszor el sem jut a tudatunkig az, hogy lehetne ez másképpen is. Megelőgszünk a felszínnel, és keveset gondolkodunk arról, hogy Krisztusban létezik egy tartós, egy boldogabb élet is. Egy olyan élet, ami már itt a Földön is boldogságot hoz, hát még az Isten országában, az örökké valóságon. A bűn annyira meg tud babonázni, hogy mi olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus példázatában, a tízszűzzuló szóló példázatban a bolondszüzek, akik megelégedtek az igazság felszínes ismeretével. De szövetséges társunk Jézus Krisztus áldozatának a szemlélése, ő meg tud és meg akar szabadítani ettől a gondolkodásmódtól. Az ő halálának átélése segít felismerni abban, hogy mi felismerjük, hogy mi nélküle elveszettek vagyunk. Meg tudjuk fogalmazni azt, amit a Zsoltár író megfogalmazott, mert bajok vettek engem körül, melynek száma sincsen. Utolértek bűneim, számosabbak fejem hajszálainál, és az én szívem is elhagyott engem. Kedves testvéreim, ha kirajzolódik előttünk Krisztusnak a szeretete, az ő jelleme, az ő szentsége, ha az Istennel való kapcsolatom megújul, akkor személyessé válik számomra az evangélium. És mindez Jézus áldozatának köszönhető. Három mondatot szeretnék olvasni, általunk jól ismert, mégis nem lehet elég sokszor megismételni mondatot, amit Ellen White a Jézus élete című könyvben fogalmazott meg. Bocsánat, a Krisztus példázatai című könyvben. Nincs egyetlen ima, ha dadokba hangzik is. Nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is. Nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel Isten ne azonosulna. Még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvárgása kifejezése jut, Krisztus erőt küld annak az embernek, akinek szívét megérintette. Krisztus ezt teszi most. Nincs egyetlen ima, ha dadokba hangzik is. Bizonyára voltunk már olyan lelki állapotban, amikor értelmünkkel felfogtuk, hogy most nekünk Istenre van szükség, nekünk Krisztusra van szükségünk, és nekünk imádkozni kellene az Istenhez. És elkezdtünk imádkozni, és azt éreztük, hogy mintha valami tompultság, valami bénultság lett a mi gondolatainkban, és valahol azt éreztük, hogy most én nem tudok imádkozni. És amikor a legőszintébb vágy megfogalmazódik bennünk, amikor megfogalmazom azt, hogy még imádkozni sem tudom, még nem tudom keresni sem Krisztust, ő már akkor előmbe jött. Még mikor bűnösök voltunk, amikor semmi kilátás nem volt arra, hogy mi mások leszünk. Talán lehet most az úrvacsora előtt is közvetlenül. Ő meg akart és meg akar érinteni bennünket. És egy csodálatos találkozást akar, hogy létrejöjjön közötte és mi közöttünk. Még ha én tehetetlen vagyok is, még ha én nem tudok semmit tenni is, Isten akkor is tud és akkor is akar segíteni. És a probléma érzékeltetésére, a kérdés érzékeltetésére szeretnék utalni egy evangéliumi történetre. Máté evangélium a 9. fejezetében találjuk meg ezt az evangéliumi történetet, amit úgy gondolom, hogy gyermekek is jól ismernek. Ez az evangéliumi történet arról szól, hogy egy beteg ember, aki gutaütöttségben feküdt, tehetetlen volt, az ő barátai Jézushoz vitték, mert Jézus nagyon sok ember vette körül, nem tudtak odajutni Jézushoz, hogy Jézus gyógyítsa meg az ő beteg barátjukat, felmásztak az épület tetejére,
Nem tudjuk, milyen volt a födém, csak egy a lényeg, hogy kibontották, hogy Jézushoz odaengedjék le ágyon a beteg társukat, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Ismerjük a történetet. Amikor Jézus elé engedték, akkor Jézus nem azzal kezdte, hogy én meggyógyítlak téged. Ahogy említettem is, a maga tehetetlen ember barátai hozták Jézushoz. És ez az ember annyira tehetetlen volt, hogy nem tudott volna magától Jézushoz menni. Lehetséges, hogy bűnei következtében, rossz döntései következtében került ilyen magatehetetlen állapotban. De a hangsúly nem ezen van, hanem elveszítette azt a képességét, hogy akarjon gyógyulni. Drága testvéreim, mi is nagyon sokszor elveszítettük már ezt a képességünket. És az úrvacsora erre emlékeztet. Ha te elveszítetted is azt a képességedet, hogy akar gyógyulni, de van egy szikra vágya te szívedben, ha imádkozol, de dadogva tudsz imádkozni, ha nem tudod kifejezni igazából az érzéseidet, vágyaidat, de Krisztus akkor is segíteni akar neked, még ha lelki gutaütöttség állapotába jutottál is. Az ige vigasztaló, bátorító ígéreteit, ha nem tudod is felfogni, még igazán elhinni sem, Krisztus akkor is segíteni akar. És az a megváltó, akit a hétnek felén kiirtottak, aki véget vetett a véres áldozatnak, és sokakkal megerősítetted a szövetséget, az a megváltó ugyanazt teszi veled is, velem is, amit tett ezzel a gutaütött emberrel. És a történetet az időkeretünk miatt nem olvastam csupán el. A történetnek mi a folytatása? Akik itt vagyunk, szinte mindannyian tudjuk. Jézus mit mondott ennek a beteg embernek? Bízzál, fiam, megbocsájtattak a te bűneid. És testvéreim, ez bátorítás nekünk is. Ami talán most a lelki gutaütöttség állapotába jöttünk is ide. Ha úgy jöttünk is ide, hogy tehetetlenek vagyunk. Ha úgy jöttünk is ide, hogy én még igazából imádkozni sem tudom. Én ugyan felfogom, hogy mit kellene nekem tenni az értelmemmel, de érzem, hogy az én belső emberem, az én szívem kemény és érintetlen. De itt vagyok, és a legkisebb szikra vágy van a lelkemben. Azt mondja, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak a te bűneid. Nincs olyan mélység, ahová én nem tudnék lehajolni. Ahogyan Jézus a tiszta élet utáni vágyat adta vissza a gutaütöttnek először, mielőtt meggyógyította volna, nekünk is ezt akarja visszaadni. Ahhozonban az első lépés ehhez az egónak, az énnek a porba hullása. Enélkül Isten nem bocsájthat meg. Jób könyvében olyan csodálatos a 22. fejezet 25. versében az ígéret, és egyben felszólítás is. Vesd a porba nemes ércet, és a patakok kavicsába az ofiri aranyat, és akkor a mindenható lesz a te nemes érced, és a te ragyogó ezüstöd. Milyen bátorítás! Vesd a porba azt, amit te nemes észnek tekintesz, az egódat vesd a porba, és ha porba hull az ember dicsősége, akkor az Isten neve felmagasztaltatik. Ellen White is így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy mi a hit általi megigazulás, amikor az ember dicsősége porba hull, és Jézus neve felmagasztaltatik. Isten segíteni szeretne rajtunk. De miért kell Istennek ragaszkodni ahhoz, hogy először vesd a porba nemes ércet, hogy a mindenható legyen a te nemes érced? Azért, mert ha enélkül is azt mondod, jó, olyan vagy, amilyen vagy, és azt akarsz, amit akarsz, de én mindenáron feltétel nélkül megbocsájtok neked, akkor mi lenne a következmény? Újból ott folytatnánk, ahol abba hagytuk. Azonban az úrvacsorával kifejezése juttatjuk, hogy mi Jézussal most találkozni akarunk. Jézussal találkozni akarunk,
és szeretnénk megerősíteni a keresztségben vele megkötött szövetségünket. Szeretnénk most enni az ő testét, és inni az ő vérét. Hogy elemvelt, ha Jézus életcímű könyvben olyan szépen megfogalmazza, és többször olvastuk már itt, az úrvacsorát Jézus annak a nagy szabadításnak a megemlékezésére rendelte, amit ő alkalmazott halála eredményeként. Igen, ezért ismételjük meg alkalomról alkalomra az úrvacsorát. Mert Jézus meg tud és meg akar szabadítani. Milyen bátorítóak Jézus szavai a gutaütöttnek. Megbocsájtattak néked a te bűneid. Testvéreim, nekünk is ezt tudja mondani az Úr, ezt akarja mondani. Mindegyikről külön lehetne külön ige hirdetésben beszélni. Megbocsájtattak néked személyesen a te bűneid. És mit mondott a gutaütnek utána? Kelj fel! Nekünk is ezt mondja, kelj fel, állj talpra! Mivel ez az ember vágyott a bűnbocsánatra, Jézus megbocsájtotta. De nem csak, hogy megbocsájtotta a bűneit, hanem mit tett utána? Vedd a te ágyadat. És meggyógyította őt az ő betegségéből. Ilyen meghitt találkozásra van lehetőségünk most is az Úrral. De vigyázzunk, hogy nehogy becsapjuk magunkat. És Krisztus példázatai című könyvből még egy pár mondatot szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, hogy ne az én saját szavaimmal mondjam. A szánkkal sokszor elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk mégis tiltakozik. Mit jelent ez a mondat? Szánkkal elmondjuk, hogy én egy bűnös ember vagyok. És amikor azt mondja az én testvérem, hogy igen, te bűnös vagy ebben és ebben, mert engem megbántottál, akkor mit teszünk erre? Igen, igazad van? Vagy éppen pont te mondod nekem? Aztán ismerjük ezeket a problémákat. Szívünk, szánkkal elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Istennek lelki szegénységről beszélünk, és előfordulhat, hogy szívünket majd szétveti a gőg felsőbbrendű alázatosságunk, és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre egyúton juthatunk, Krisztus szemlélve. Az ember azért tartja magát igaznak, mert igazából nem ismeri Krisztust. Szeretnénk megismerni Krisztust, igaz? És itt a lehetőség. A mai nap is, amikor emlékezünk Krisztus halálára, az áldozatára, amikor emlékezünk arra, hogy a nevezetes prófécia beteljesedésének az idejekor kiirtották a Mesiást, akkor úgy gondolom, hogy ez mind-mind segít bennünket arra abban, hogy mi megváltozzunk. Lehet Krisztusnak bűnbetegségről, lelki szegénységről beszélni, de Isten szeretné, hogyha mi elfelejtenénk ezt, hogy becsapjuk önmagunkat, és Krisztust pedig megkárosítsuk. Értsük meg, óriási különbség van az igazi alázat, és a miközben elfér szívemben a felsőbbrendűség vagy a kisebbrendűség érzete. Az ige, az evangélium által reményt ad nekünk. Reményt ad, hogy az irgalmas Isten nekünk adta egyszülött fiát, és ez pedig meggyógyítja a mi bűnbetegségünket. És ezért helyén való az úrvacsora alkalmával átgondolni. Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán elmondott szavait. Átgondolni Jézus Krisztus áldozatáról szóló evangéliumi leírásokat, amikor bevonult Jeruzsálembe. Amikor gyermekek és az ő tanítványi dicsőítették Jézust. A Gecsemáni kerti lelki küzdelmeit, Jézusnak a keresztre feszítését, kereszthalálát. Jézus tanítványai az utolsó vacsora előtti
hozzánk hasonló érzésekkel küzdöttek. Ki ül ma Jézus jobb vagy bal oldalán? Jézus kit szeret jobban, Jánost vagy Pétert? És mennyi időre volt Jézus tanítványainak az utolsó vacsorán szüksége ahhoz, hogy megszabaduljanak ettől a lelkülettől? Majd fogjuk olvasni a lábmosás szereztetési igéit. Olvashatjuk ebben a történetben, hogy Jézus az utolsó vacsorára az ő tanítványaival együtt a felházba összegyülekezett. Jézus a felházban az utolsó vacsora alkalmával tanítványainak az utolsó vacsora mindenről gondoskodott, egy kivétellel. Arról nem gondoskodott, hogy legyen rabszolga. És Jézus felkelt a vacsorától, és amikor megmosta az ő tanítványainak a szívét, nem kellett figyelmeztetni őket. Azonnal a tanítványok szégyenkezve megalázkodtak, és meg tudtak szabadulni a bennük levő idegen lelkülettől, kivéve Júdást. Testvéreim, nekünk sincs több időre szükségünk, hogy megszabaduljunk a bennünk levő Krisztustól elválasztó idegen lelkülettől. Itt szeretnék csak utalni a lábmosás szent cselekményére. Jézus azt mondta az ő tanítványának erre is, hogy ezt cselekedjétek. Példát adtam néktek, amiképpen én megmostam a ti lábaitokat, hogy ti is megmossátok egymásnak a lábait. De kinek a lábát mossa meg? Olyan könnyen a Jézus által elrendelt és az úrvacsorához tartozó szent cselekmény is olyan könnyen megszokássá válhat. Lábat mosunk azzal, akivel általában szoktunk. Akik a jó barátaink. De vajon megkeressük azokat is, akikkel volt valami nézeteltérésünk? Oda merünk menni azokhoz is, akikkel kapcsolatban rossz érzés vagy averzió élt a mi szívünkben, vagy él a mi szívünkben? Mert így tudja az irgalmas Isten a mi bűneinket is a feledés tengerébe vetni. Mikiás prófétánál ismerik jól az igét, hogy az Isten a feledés mélységébe, a feledés tengerébe akarja vetni a mi bűneinket. Mert ha ezt tesszük, ha az Isten ebben tud segíteni nekünk, mert megalázzuk magunkat, akkor tölti be az úrvacsora az ő rendeltetését. Ellenkező esetben ítéletet eszünk és iszunk. Isten azt szeretné mai nap, hogy megbocsásson nekünk. Ő szeretné megerősíteni velünk az ő szövetségét. Jézus áldozata, Jézus halálára való emlékezés, a Krisztussal kötött szövetségünk megerősítése. Segítsen a jó Isten, hogy ez be is következzék, hogy ne ítéletet együnk és ígyunk, hanem Krisztus el tudja mondani nekünk is személyesen, mint a gutaütött embernek. Fiam, megbocsájtattak néked a te bűneid. Segítsen az Isten ehhez a tapasztalathoz. Amen.